minden egyesület és törökbálinti civil szervezet részt vesz a koronavírus elleni munkában, segélyezésben, támogatásban, gondozásban, minden tekintetben. Ebből szerintem, aki azt mondom, hogy hivatalból is eljár és cselekszik, és iszonyatosan nagy és komoly munkát végez ez a segítőkéz szolgálat a Csokonáni Ildiék vezetésével, és minden olyan civil szervezet, aki ehhez hozzá tud tenni, az hozzátesz, egyesületek is, és azt kell mondom, hogy a képviselők is beszállnak a ételhordásba, a gyógyszerkiszállításba, amiben tudnak, bevásárlásba az időseknek, akik erre igényt jelentettek be, és azt mondom, hogy azok közül a közbiztonságot is és a közrendet is fenntartó vagy támogató szervezetek közül a városőrség és a hegyőrség az, ami a rendőrséggel közösen igyekszik betartani azokat a szabályokat, amit országosan is és helyileg is meg kell tenni. Ebben az időszakban milyen új feladatokkal kell szembenézni a polgárőrségnek? Hát a polgárőrség az eddigi szokásos járőröző és gyakorlatilag ilyen figyelmeztető, rendezvénybiztosító feladatán túlmenően most nagyon sokat segít és vesz részt, mind a városőrség és mind a hegyőrség az ételkiszállításokban. A gyerekeknek az étel, hogy időben kikerüljön, ez napi feladat, tehát minden nap a kollégák elmennek és az kiszállított ételt az iskolából összeszednek, címekre kiszállítják, átadják, és tartják a napi kapcsolatot a szülőkkel, a gyerekekkel, és ebben részt vesz a városőrség is, a hegyőrség is, és azon túlmenően pedig végezzük azt a járőrszolgálatot, amit megszokott módon is szoktunk végezni. Tegnapi nap is sajnos voltak meglehetősen sajnálatos események ezzel kapcsolatban, mert figyelmeztetni kellett több emberkét, hogy ne csoportosuljon, illetve ne menjen be olyan ingatlanra, ahol semmi keresnivalója nincsen, hiszen ki van függesztve, hogy nem szabad használni bizonyos területeket. Ezeket sajnos nagyon sokan figyelmen kívül hagyják, ezekre folyamatosan figyelmeztetni kell az állampolgárokat. Nagyon sokszor a gyerekeket, akiket valamilyen módon megértek, mert szegényebben tombol az energia, és ezt valamilyen módon le kell vezetni, de ezt oly módon kell megtenni, hogy betartsuk a szabályokat. Körülbelül hány rászoruló él a városban? Ételkiszállítás tekintetében, akiket mi ellátunk, az körülbelül egy olyan 250 fő körül. Az elmúlt héten a legjobb tudomásunk szerint 4 olyan házi karanténba rendelt személy tartózkodott a városban, amit polgármester úr is bejelentett, 4 különböző helyszínen, és ezen túlmenően pedig rászorulnak, így nem mondanám, de viszont nagyon sok olyan vitamincsomag került kiosztásra a polgármesteri döntésrendelkezés értelmében, ahol kimondottan az idősebb korosztályt próbáltuk oly módon védeni, hogy vitamincsomagokat juttattunk el hozzájuk. Ez szintén a segítőkész szolgálatnak és a városőrségnek, hegyőrségnek a segítségével. Felmértük azokat az igényeket, illetve személyeket, lakosokat, akik ezt igényelték, és akkor a beszerzés követően pedig kiszállítottuk ezeket a vitaminok csomagokat. Az említett 4 karantén, ők fertőzöttek, vagy csak megfigyelés alatt állnak, illetve ehhez kapcsolódna a következő kérdésem is, hogy hány fertőzöttről tudnak, illetve hányan vannak megfigyelés alatt a városban jelen pillanatban? Bevallom őszintén, hogy ebből én ezt a 4 személyt tudom, akiről nem tudom, hogy fertőzötte vagy sem, azt tudom, hogy házi karanténban van rendelve, amit a rendőrség napi szinten ellenőriz, tehát ezt pont az őrsparancsnok asszonnyal is beszéltük, nekik a rendőrségnek ez feladata ezt ellenőrizni. Igazán napi szinten az, hogy például a kórházban milyen betegek vannak és honnan érkeznek, erről nincsen nekem információm. Erről, hogyha bővebb információt tudunk nyújtani, akkor meg fogjuk tenni, meg fogjuk kérdezni a kórházat, mert nem hozzánk, nem az önkormányzati fenntartású intézményről beszélünk, tehát napi szinten erről nekünk nincsen információnk. Úgy tudom, hogy itt is történtek ágy kialakítások, az országos operatív törzsnek a döntése értelmében lettek ágyak kialakítva, hogy erre érkeztek betegek, vagy sem, azt nem tudom. Öntől, mint a törökbálinti városőrség elnökétől kérdezem, hogy hogyan könnyíthetnék meg az emberek, a polgárőrök munkáját? Úgy, hogy betartják a szabályokat. Mi mindenkinek igyekszünk segíteni, tehát hogyha valaki igényli azt, hogy bármilyen munkával, akár kerti munkával, vagy favágással, kihordással, ételszállítással, gyógyszerbeszerzéssel tudunk segíteni, állunk rendelkezésre, de csak azt tudom mondani, hogy azok a szabályozások, amit az országosan az operatív törzs meghoz, amit az országos vezetés miniszterelnök úr kér, azokat be kell tartani, és akkor remélhetőleg minél gyorsabban túl leszünk ezen az egész meglehetősen nehéz helyzeten.
és ez nekünk nagy segítség. Tehát, hogyha a városvezetés, illetve a képviselőtestület hiányában most polgármester úr kér valamit, akkor azt ő azért kéri, hogy a törökbálintiaknak hosszú távon jobb legyen. Ezeket kérjük, hogy mindenki tartsa be, segítünk, ahogy polgármester úr is elmondta, senki sem lesz, és senki sincsen egyedül Törökbálinton, mindenki mellett igyekszünk ott lenni. Annyit kell csak tenni, hogy a sok-sok ismert telefonszámon keresztül eljuttatják az információkérést, vagy a segítségkérés igényt, akkor mi rendelkezésre állunk és segítünk minden tekintetben.